Isten igénye világossá teszi a Dániel könyvében is, hogy a nemzetek fölé közvetlenül, és a nemzeteket közvetlenül nem a sátán irányítja, hanem angyalokon keresztül történik, rossz angyalokon keresztül történik a nemzeteknek az irányítása. Ezzel áll összefüggésben Pálaposlanak az útmutatása, hogy a keresztényeket arra biztatja, hogy a méltóságokban vagy hatalomban levő személyekért imádkozzanak. Mert csak az ima teszi lehetővé azt, a nem újjászületett emberekről beszélünk, hogy pozitív, természetfölötti befolyás alatt hozzák a döntéseket. Ima nélkül, közben járó ima nélkül nem tud jó irányba menni a történelem. Az egyik legnagyobb szolgálat az egyháznak a közben járó szolgálat. Sokan imádkoznak Izraelért, de legalább ilyen buzgósággal kell imádkozni a saját nemzetedért is. Nem mondhatsz le a saját nemzetedről, tehát az imádkozások rendkívül fontosak. Ugye Dániel elkezdett bőtölni, tanulmányozta Istenek az igéjét, pontosan ő egy, a nemzete iránt egy elkötelezett ember volt, nemzeti, eh, szeles, spirituális ember volt, és a nemzetét is nagyon szerette.